Láthatóan jól érzik magukat ezek az állatok, megfelelő keretben tartják őket Pécs-somogyban. A Misina Természet és Állatvédő Egyesület telephelyén szakértelemmel gondozzák és etetik őket. Egyre többen gondolják, hogy húsvétkor otthonra vásárolnak élőnyulat gyermeküknek. Farkas Tamás, a menhely vezetője ezt nem javasolja. Lehet, hogy most furcsát mondok, de inkább a plusz nyulat és a, a, mesét tudom javasolni. E, Hacsak nem nagyon elkötelezett valaki, hiszen azért az állattartásról, a jó értelembe vett állattartásról nem szeretnék senkit se lebeszélni, de ehhez tisztázni kell mindig a körülményeket. Tehát ez a nyuszi, akit itt a kezembe tartok, ő egy kifejlett nyúl. Tehát nagyjából arra kell számolni, hogy egy nyúlunk lehet akár egy 8-10 kg is. Természetesen ennek a nyúlnak ennie kell, e, és a megfelelő táplálékkal gondoskodnunk kell. Mint elmondta, tápot, alamanyagnak szénát is kell ilyenkor biztosítani. Ezen kívül gondoskodni kell a higiéniai feltételekről, tehát az állat és környezete tisztán tartásáról is. Azt tudom javasolni, hogy akár nálunk, akár máshol találkozhatnak a gyerekek a nyuszival, megismerkedhetnek vele, megsimogathatják, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek vele. És így azt gondolom, hogy ez a nyúlnak és a lendőgazdának is nagyon megfelelőbb vagy etikusabb. Nagyon rossz azt látni, amikor húsvét után elindul a nyúldömping és hozzába a És még azt mondom, még mindig ez a jobbik megoldás, mint hogyha ezek a nyúlak kint végzik mondjuk a házak között vagy nem a megoldást mondani. A Misina Természet és Állatvédő Egyesület húsvétkor is várja az érdeklődőket, kirándulni vágyókat, reggel 9-től délután 4 óráig Pécsomogyban a Pajtás utcában.